fazálházban nagyon sok, nem is tudom mi van rajt, nagyon sok hőfok, nyomás, vízmennyiség, értékek vannak, ezeket ez a számítógép folyamatosan regisztrálja. A középiskolások a Győr-Szól hőerőmű vezérlő központjában ismerkednek azzal a technológiával, amelynek köszönhetően 24 ezer lakást és 1000 üzletet fűtenek távhővel. Itt az érkezőknek meg tudjuk azt mutatni, hogy a győri távhőszolgáltatás modern, megbízható, környezetbarát, és mik ennek a távfűtési szolgáltatásnak az előnyei. Az előző évek tapasztalata alapján nagy az érdeklődés a nyílt nap után, a műszaki ismeretek, a műszaki dolgok iránt érdeklődők előszeretettel jönnek el a nyílt napra, összesen mintegy 150 főt várunk a nyílt napra, és örömteli az, hogy a délelőtt folyamán két iskola is bejelentkezett. A deákos tanulók nem csak a vezérlőt nézhették meg, de az egész létesítményt bejárhatták, és a szakemberek részletesen mindent el is magyaráztak neki. Érdekes volt, megtudtam, hogy hogyan fűtik Győrt, tehát én vidéken lakom, tehát igazából nem tudtam, és én is egy kis tapasztalatom, hogy milyenek ezek a fűtések. Szóval érdekes volt. Volt olyan berendezés vagy technika, ami meglepődtél, vagy számodra hát különleges volt? Hát, hogy mekkora lánga légtek azok a nagy kazánok. A diákokat kísérő fizika szakos pedagógusnak is újdonság volt látni egy hőerőmű működését. Még én se jártam itt, úgyhogy nekem is különleges élmény, hogy itt végigvezetnek, és láthatom ezeket a hatalmas teljesítményű gépeket, meg a gázkazánt, az félelmetes egy picit, ha belegondol az ember, hogy micsoda hővel tüzelik itt a, melegítik itt a vizet ahhoz, hogy aztán Győrben a házakban, meg az iskolánkban is érezhessük a távfűtés előnyeit. De elméleti fizika mennyire kapcsolódik össze a gyakorlatban, mit lehet? Hát itt azért majd utána úgyis meg fogjuk beszélni, tehát például a hőtágulást nagyon jól be lehet mutatni, akkor az, hogy a víz miért jó, ugye őnek a vízfajhője a legnagyobb, tehát ezt majd utána tudom nekik magyarázni, meg az energiát, kicsit a munkát, tehát kapcsolódik majd a fizikához ez nagyon jelentősen. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a Győr-Szól hőerőműve országos viszonylatban is a legmodernebbek közé tartozik, ráadásul a tervek szerint a jövőben a termálkutak segítségével még takarékosabb lesz a győri fűtés.